Hölgyeim és uraim, a kedvenc kötél rutinomat, kedvenc kötél mutatványomat szeretném önöknek bemutatni, és megtanítani önöknek. Nos, ehhez szükségem van két kötélre. Ha ezt így összetekerem, ez még nem... De mi történik akkor, ha a két kötélre egyszerűen kötök egy csomót? Ha van rajta egy csomó, akkor azt a látszatot tudom kelteni, hogy az egyik kötél hosszabb, a másik pedig rövidebb. És ez nem csak a látszat, ez valójában így is van. Nos, ha van egy ilyen rövid és van egy ilyen hosszú kötelem, innen már csak egy lépés az, hogy bemutassam önöknek a két hosszú kötéllel történő bűvészmutatványt. Nos, ha az első kötélre kötök egy csomót, még egy csomót, ezt felhelyezem a karomra, következik a második kötél, tudják, mi történik, egy csomó, két csomó, akkor van kettő darab kötél karikám. Ha a két kötél karikát egymásra teszem, nem tudom mitől, de ha így meglövöm, mindig összeakad a két karika. Innen már lehet liftezni, felhúzom az alsó csomót, és azt a látszatot tudom kelteni, hogy valójában ez nem is két kötél karika, hanem csak egy, mégpedig ilyen nagy. Úgy érzem, eddig érthető. Nos, ha kibontom ezt a csomót, akkor az következik, hogy lesz egy hosszú, de hosszú kötelem. Eddig mutattam önöknek egy mutatványt két kötéllel, amiből valamilyen úton, módon lett egy kötél. Most megmutatom, mi történik akkor, ha ezt az egy kötelet nem is két felé, hanem három felé fogom elvágni. Először két hosszú kötélre, utána következik újra az olló, nem árt, ha jó éles, és van egy rövidebb, és egy még rövidebb kötelem. Tehát ez a híres, régi, klasszikus, rövid, közép, hosszú nevű bűvész mutatvány kötéllel, egy kicsit megmásítva, van egy hosszú, egy rövid és egy ilyen közepes kötelem, és ha megfogom a hosszú kötélnek a végét, utána a közepest, majd a rövidet, ráfújok, meghúzom, akkor látszat az, hogy ez három egyforma hosszú kötél. És most más nem kell csinálni, egyet csettinteni, és a három kötélből újra egy hosszú kötél lett. És hölgyeim és uraim, ha valaki nem értette volna, kezdhetem előről.